Minden iskola választás előtt álló családban hosszas fejtörést okoz, hová is irassák be a gyereket. Milyen iskola típus a legmegfelelőbb, ahol kibontakoztathatja a képességeit. A Waldorf iskolában azt vallják, a legmeggyőzőbb, ha azok, akik saját bőrükön tapasztalják meg a módszer előnyeit, mesélnek a leendő szülőknek arról, miért is jó Waldorfosnak lenni. Nagyon-nagyon sokat változott a Waldorf képzés az elmúlt 10 évben itt Szekszárdon. Egy kezdődő csírából egy egészen komoly rendszeré fejlődött ki. Igazából most már egy olyan ütőképes tanári gárdánk van, aki szerintem minden olyan problémára fel van vértezve, amire szüksége van egy jól fejlett iskolának, egy jó képzést adó iskolának, egy jó löketet adó iskolának. Igazából az általános iskolának a szerepe talán az a legfontosabb, hogy átsegítse a gyereket egy középiskolába. Tehát a szülők, én mint szülő ezt vártam volna leginkább az iskolától, amit abszolút megkaptam. Nekem is voltak félelmeim ezzel az iskolával kapcsolatban, de nekem 3 gyermekem repült innen ki, ebből 2 a Műszaki Egyetemre már felvettek, mind a 3 gyermekem gimnáziumba jár vagy járt. Azt gondolom, hogy 4 és 5 között volt az átlaguk mindig. Abszolút teljesítette az iskola azt, amit én vártam. Én sose gondoltam azt, hogy ők művészi pályára fognak jelentkezni. Volt, aki oda jelentkezett, volt, aki műszakira jelentkezett. Igazából azt gondolom, hogy a kreativitás mind a kettőnél nagyon fontos. Tehát egyszerűen a felnőtt kornak és a felnőtt válásnak és a munkába elhelyezkedésnek az egyik alapvető dolga az, hogy kreatív gyermekek, kreatív felnőttek. Többet enged a gyereknek, több a szabadjáték, vekerdi, és ez a szabadjáték engedi meg ezt a kreativitásnak a szabad áramlását, és igazából az a kreativitás, ami kvázi a gyerekekben benne van születésüktől fogva, azt finoman paskolja, segíti, emeli, növeli, és ezáltal azt gondolom, hogy egy olyan végeredményt kapunk, amit én vártam. Sokszor hangzik el, hogy a Waldorf képzés művészpalántákat nevel. A szekszárdi iskola jó példa ennek a tételnek cáfolására. A plusz figyelmet, amit megkaptunk itt az iskolán belül, mondjuk például, hogyha a matekot vesszük, én jó voltam matekban általános iskolában, és voltak a kötelező feladatok, azokat megcsináltuk, és mindig volt időm nekem plusz feladatokra, és kaptam is plusz feladatot. Tehát, ha az volt, hogy amiben jó vagy, abban tudta téged segíteni, előrevinni. És nem feltétlenül csak művész irányban, tehát, hogyha valakinek a töri volt jó, akkor őt abban segítették, hogyha magyarban volt jó, akkor őt abban segítették, hogy plusz információkat, plusz tudást szerezzen gyakorlatilag. Elég sok mindent adott így az iskola. Egy többek között így sokan, ugye, nagyban ez a szemlélete egy az egész tanítási módszerüknek, hogy az gyerekek rájöjjenek arra, hogy ők nem a tanárok motiválják őket, hogy tanuljanak, hanem ezt saját maguk sajátítsák így el ezt a képességet talán. És szerintem a gimnáziumi tanulmányom során ez sokat segített, hogy ezt így átadták nekem. És így igazából én a műszaki dolgok iránt érdeklődöm jobban, mint semmilyen humán, és ez így alapvetően adta magát végig a dolog, hogy inkább arra megyek, mint egy ilyen humán rányba. Így elhittem, hogy ez sikerülhet. Nem így görcsösen álltam az egész dologhoz, hanem hogy így csináltam, és így jött. Jelenleg járműmérnök szeretnék lenni, mert annak is tanulok. Úgyhogy én azt szeretnék lenni. Lehetséges, hogy lesz alkalmam ilyen tervezésre is. Például egyetem is most is van egy olyan tárgyunk, hogy műszaki ábrázolás, és ebben itt rengeteget tudtunk rajzolni, meg mindenféle geometriai formákat, alakzatokat csináltunk, és ez szerintem sokat segített nekem, így az iskola által. A kreativitás fejlesztése, a gyerekek tehetségének kibontakoztatása az oktatási módszer egyik alapja. Hoffmann Péter kurátor azt mondja, ez a szülői elvárás a pedagógusokkal szemben. Az elmúlt időszak egy jelentős fejlődésen ment keresztül, és igazából azt gondolom, hogy
ahova eljutottunk jelen helyzetben, az visszaigazolta azt, hogy az, amit idáig tettünk, egy építkezési folyamat, az beérett. És hogy az a fajta szellemiség, amit az itteni pedagógusok képviselnek, az tökéletesen alkalmas arra, nyilván ezt még majd folyamatosan tudjuk továbbfejleszteni, tökéletesen alkalmas arra ez a fajta pedagógia és ez a fajta pedagógusi gárda, hogy a gyermekeink elsősorban a kreativitásukat és a világ felé való nyitottságukat felerősítve dolgozzanak az iskolában, és ezt utána magukkal vigyék az életbe is. És azt gondolom, hogy nekünk, mint kuratóriumnak az a feladat, hogy ezt a folyamatot erősítsük, és hogy megpróbáljunk nyitni a város felé még erőteljesebben, megpróbáljunk megmutatni magunkat, és ezáltal ne csak új családokat, hanem akár új pedagógusokat is bevonzunk, akik ebben erősek. A Waldorfban alaptétel az intézmény, a kuratórium és a szülői kör együttműködése. Ezért is fontos, hogy minden idejáró család láthassa, mi zajlik az iskolában, az osztálytermekben. Teszik mindezt azért, hogy ne menjenek szembe az elvárások és a lehetőségek a szülők és az iskola között, mert ezzel lehet olyan harmóniát teremteni, ami segíti a gyerekeket abban, hogy megfussák a lehető legnagyobb fejlődési pályát.